Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Tudásközpontban. Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont vezetőjeként Szeberényi Gábor vagyok, a könyvtár főigazgatója. És ebben a Centerállami Programjáit a Bizottság nevében is köszöntöm Önöket, úgyis mint a idén 100. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományi Egyetem Pécsre költözésének apropóján megrendezett rendezvénynek az egyik házigazdája. Ez a kiállítás, amit látni fognak, ez egy nagyon sajátos, egyszerre felemelő és szomorú apropóval egyaránt rendelkező kiállítás forma, aminek az előzményei majdnem 10 évvel ezelőtt keletkeztek meg itt a távolabbi falon. És az apropóját az adja, hogy Pécsnek kiváló professzorai vannak, hogy mondani szokták, az egyetemet a professzorok adják, és sajnos a professzorok hát idővel a dolog természetesen fogva elhagynak bennünket. Az emlékünket itt hagyják maguk mögött, és az emlékük megörökítése, az emlékezetük ápolása, az egyetem történetének az ápolása, az fontos feladat, hogy az egyetemi könyvtárnak, mint az egyetemi levéltárnak és általában az egész tudományi egyetemnek. Számos kolléga, szervező és művész, fotós dolgozik ezen az emlékezet ápoláson, így a városi intézményeként működő Mántai György is, akinek a kiállítását a Programjáit Bizottság befogadta, és itt szeretettel bemutatjuk. Viszont a nálam értékesebb gondolatokat engedjék meg, hogy én a professzor úr fogalmazza meg, úgyis mint a város egészen friss díszpolgára. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt igazgató úr, tisztelt művész úr, kedves megjelentek. Számomra ez egy nagy kitüntetés, hogy itt állhatok. Egyáltalán ebben az épületben, aminek a megszületésében is valamikor részt vettem, és ez a kassa, hogy jövünk fel a lépcsőn, ez egy különleges építészeti érték volt. Mindig örömmel, kicsit meghatódottan jövök ide, és ez most fölfokozódott, mert ez a sok-sok kép, amit nézek, kedves barátaim néznek rám vissza, életkoromból adódóan, hogy a többség kortársaim voltak, és közülük jó barátok. Ugyanakkor nagyon nagy öröm, hogy megvan őrizve az ő képmásuk, és különleges művészi módon van megőrizve. Igazgató elmondta, hogy az 1923-ban Pécset megindult egyetemi oktatása az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözése révén, ennek a 100. évfordulóját üljük, és egyetem szerte a karokon és központban is számos rendezvény van. Többek között, ha a honlapot kinyitják, látható egy sereg videófelvétel jeles professzorokkal, egyáltalán az egyetem létéről, történetéről nagyon szép anyagok vannak, megtalálható a honlapon. Ez a kiállítás lényegében folytatása annak, amit oltart látunk, és engedjék meg, hogy pár szót azért szóljak az alkotóról, a művész úrról, Mátfai György, kedves barátom, fotóművész úrról, aki 1983 óta tagja a Mecsei Fotóklubnak, és 93 óta tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének. 1990-ben Párizsban Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége fényképezés művészete címet, majd ugyanitt 93-ban fényképezés kiválósága címet adományozta számára. 94-ben elsőként nyert Nagy György Sándor díjat, és Mivo-díjban részesült sokszor. Hazai és külföldi fesztiválokon, szalonokon, pályázatokon több mint 100 díjat nyert. Eddig fotóit 19 országban állították ki, képei megtalálhatók a hazai és nemzetközi fotomúzeum archívumaiban és számos könyvben. Csak mint saját élmény rektorkoromban egy közeli országban, Albániába kellett elmennem, egy ottani egyetemben egyezményt kötni, és hogy beléptem mindjárt az első nagy teremben, Mántai György fotó kiállításába botlottam teljesen, csodálkoztam, tehát még Albániában is eljutott már akkor. Elsősorban a teremtett világ gyönyörűségeit fotografálja, ókori történelem is érdekli, és hát a PTL karaiban és kórházaiban is megközelítőleg 1000 fotója van. Emlékszem arra, amikor rektor voltam és felkeresett
hogy van egy ötlete, hogy ezek a klinikáknak a folyosói olyan sivárak, és ő jó szívben, nagyon szívesen adna hozzá fotókat, amit ki lehetne rakni, a beteget kicsit színesebben lássák a világot. Hát igen, ez megtörtént, köszönet érte, nagyszerű. Igazából Mánfai György, aki egyébként tud zenélni, zongorázni, ezt kevesen tudják róla, 1989 óta a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajzi Intézetének a kutatása volt, ahol szintén a munkájához tartozott ugye a fotó megörökítése a földrajzi eseményeknél. A jelen kiállítás valamikori előzménye az, hogy 2003-ban megjelent egy könyv a Pécsi Tudományegyetem professzorai Harcképcsarnok címmel, és ez adta azt az ötletet, hogy meg kellene örökíteni az egyetemi tanárok képmását valahogy, és ezt követte, hogy igazgató is elmondta 2014-ben az a kiállítás, amit önök balra, jobbra látunk. Egy másik ilyen állomás volt tavaly, amikor a botanikus kert jubileumát ültük, és egy másik nagy ötletem volt másokkal együtt, hogy a csodálatos kampusz, ami ott található, ahol Prinz Gyula szobra is van, és a botanikus kert, az egyes útszakaszokat, térségeket nevezzék el meghalt nagy professzorokról, és ez meg is történt, és az események, ami lényegében a botanikus kertről szólt, de két nagy egyéniség az egyetemnek, egyikük még él, Borhidi professzor úr, Attila, illetve aki meghalt és itt látható sajnos, Hámori József, direktora is volt az egyetemnek, őket méltattuk azon az eseményen, és egy nagyon szép találkozó volt. Ez adta a másik gyökerét ennek a kiállításnak, és lényegében most itt állunk egy korábbi és egy mostani kiállításon, és én azt hiszem, hogy ennek kettős jelentősége van. Van egy művészeti értéke, fotoművészeti, mert azért ez nem egy közönséges képekről van szó, nem igazolvány képekről, hanem azok a pillanatok, jellegzetes pillanatok vannak ellesve a képeken, ami jellemezte ezeket az embereket. A másik része a nem művészeti, hanem történeti érték, hogy ezzel a 100 éves egyetem valaha élt professzorai meg vannak őrizve. Miután itt a kritérium, akármilyen furcsa, hogy mondom, az elmúlás, a halál, akkor kerülhetett ide a falra bárkinek a képe. Ez azt jelenti, hogy nem az érdemek, nem az életkorok, még csak nem is a karhoz tartozás feltétlenül, hanem az, hogy ők voltak a mi, az önök professzorai, ez a kritérium. Eszerint vannak összeválogatva a képek, és nagyon-nagyon szépek. Természetesen az 58 professzort én nem tudom itt ismertetni, nem erről szól a feladatom sem, csak szeretném elmondani, hogy a orvoskarról számos jelentős professzor, talán név szerint mondanám Szolcsányi János, ugye egy nagy egyénisége volt a karnak, Schneider Imre, Gajas Ferenc, Jobs Kázmér akadémikus, Sümegi Balázs, aki dékán volt, és Tigi József, akinek sok minden köszönhető ebben a városban. A természettudományi karról Erdősi Ferenc talán már nem is annyira emlékeznek rá, de Lovász Györgyre egészen biztosan, és hát Ugrin Béla, Janszki József, Hámori József, akadémikusok mind itt találhatók. Schweitzer Ferenc mostanában halt meg. A bölcsészettudományi karról Ormos Mária, aki rektora volt az egyetemről, és sokan mások, és sajnos akkor még fiatalabbak, mint a Csizmadiasságban, Hóvár János, aki nem olyan rég halt meg. A legkevesebb halottunk a KTK-ról van, Horváth Gyula és Farkas Ferenc, aki egyébként dékán volt az én rektorkoromban. Műszaki főiskoláról Bachmann Zoltán, drága jó barátom, iskolatársa, az első négy elemit együtt jártuk a Makár iskolába, együtt verekedtünk a
Rókusdombon, meg kell mondanom, hogy egy oldalon voltunk. Nagyon-nagyon sok szép emlékem van. Keber barátom volt szegény Zoli, de hát itt van a Kistelegdi István, nem is hittük, hogy ő meg tud halni. Lenkei Péter, egy nagy egyéniségi a karnak, és Mecsi József, akinek váratlan volt a halála. A jogi karról Kengyel Miklós és Ádám Antal. Kengyel Miklós, kevesen tudják, az Andrássy Egyetemnek volt a rektora, Ádám Antal pedig az Örök Anti bácsi. Nem hittük el, hogy valaha meg tud halni, mert olyan nagy kort ért el, és annyira közkedvelt, szeretett ember volt. De sokan másak, nagy egyéniségek, Lábadi Tamás, Bagi István, ugye kiváló jogászok, Kajtár István, aki nem olyan rég halt meg, Ivácsics Imre és mások. Művészeti karról pedig, hát igen, a nagy művész kar nagy egyéniségei, sajnos, nagyon sajnos. Rétfalvi Sándor, aki megörökített sok mindent, például az én mesterem Grastyán Endre szobrát, ő készítette a Székesegyháznak a gyümölcsös új kapuját, és sok egyebet Bencsik István, akinek az újját meg lehet találni a város több pontján, Tolva Jernő, kiváló festőművész, és szeretett barátom, akivel együtt jártam zeneiskolában, Kircsi Laci, aki örömmel szólaltatta meg az én tárogatómat. A fegből pedig Koltai Dénes és Krisztián Béla. Koltai Dénes tulajdonképpen a oktatás, távoktatásnak volt a megalapítója ezen az egyetemen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek a jeles emberek, akik itt láthatók, ezeket valamennyien tiszteljük, és ez egy dolog, hogy amit én itt elmondtam, én ismertem őket. De valahogy azonnal jó, hogyha mások, a diákok is tudnák azt, hogy ezek az emberek kik voltak. Azért én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez az arckép csarnok egy újabb könyvben tudna valamikor megjelenni. Azaz a Pécsi Tudományegyetem volt professzorainak az összessége, hiszen megvannak a gyönyörű fotók, ezekből lehetne egy kiváló könyvet készíteni. Illetve azt gondolom, hogy, és javítsanak ki, ha nem jól mondom, hogy nagyon sokat kínlottam én az egyetemi múzeum kérdésében, amikor rektor voltam. Úgy látom, mai napig nem oldódott meg tökéletesen. Ugye van egy múzeum részünk a Da Vinci utcában, a könyvtárban, aztán volt a Vasvári házban, ami megszűnt tudomásom szerint, és van egy félig meddig elzárt a Orvoskaron egy elég nagy múzeumi rész, hogy miért is nincs nekünk, ha már 100 éves egyetem vagyunk, egy méltó múzeumunk, és tulajdonképpen ott kellene láthatóvá tenni az összes professzornak az arcképét, akik valahogy oktattak. Úgyhogy én azt gondolom, egy nagyon nagy pozitív kezdeményezés volt ez. Köszönet Nantai Györgynek, és köszönet igazgatónak, hogy befogadta. És azt hiszem, hogy hát rossz is ilyet mondani, hogy teljes a sor, mert holnap és holnap után is megfognak a professzorok, és egy kicsit szomorú is látni kortársaimat, akik most már csak képen szerepelnek. De ne legyünk szomorúak, ez most egy nagyon szép esemény, és tisztelettel, örömmel nyitom meg a kiállítást. Köszönet igazgatónak és művésznek. Én csak nagyon röviden szeretnék szólni, de azért írtam le, nehogy elkalandozzak. Mindezek előtt megkérem tiszteletten rektor urat, hogy egy egyperces kis munkával segítse ezt a közreműködést. Képzeletben, mivel nem lehet tüzet gyújtani, most mindenkiért egy mécsest meggyújtok, hogy hát a füstjelzés miatt ugye szigorúan tilos. Ezt használnék, de minthogyha most megkérlek, hogy addig ezt a pár mondatot elmondom, így van kedves és tartani. Hát, szeretettel és tisztelettel köszöntöm az emlékezőket. Mindenek előtt Lénárd László professzor, akadémikus urat, városunk legújabb díszpolgárát, és a Szemerényi Gábor főigazgató urat, és a többieket, akik eljöttek. Megszeppenve állok itt. Ezt be kell, hogy valljam töredelmesen. Mivel élek,
elsősorban önmagam, de talán egyszer az önök talánya is leszek. Életem talánya hitet és szeretetet sugal, és nekem mindössze ez a két tudásom van, melyben örökké nyugtalan szellemem és gyógyíthatatlan közössége élni akarásom nem sokára 72 éve ide-oda szállultozik. Soha se nyertem, de amit megküzdöttem, meg is tartottam. Nem bántam meg semmit. Igyekeztem mindig szomorúságom fölött egy darab kék eget tartani. Megmaradtam embernek, szigetnek, csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak. Megmaradt szívem szeretete, és mindenfelett megmaradtam folyton keresőnek, terepfelverőnek, lázadónak, életmentőnek, értelmezőnek, lassan bölcsülőnek, igazságkeresőnek, nevetőnek. A mai napig, és még mindig ugyanazzal a 20 éves lázadással vagyok, hogy gyűlölöm a birtokon belüliek biztonságát, az érdektelenség nyugalmát, a közös megegyezések higgadt mestelenségét, az okosságot, amely szemet unja az árulásnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, érdeklődésüket, ismételten köszönöm, és még egy pillanatra kérem rektor urat, hogy még tartsad, mert szeretnék átadni neked személyes ajándékot, mint város legújabb kispolgárának. Ez is egy munkám eredménye volt. Láncot szavaromban elfelejtettem oda készíteni, és remélem, nézd meg ez a főtmetet, Európa ezer arca, és az óceánban. És a rektor úr említette, és azt azért szeretettel bemutatom, hogy ha valakit érdekel, ez tavaly készült el a botanikus kertről ez a könyv, 265 fotóval, ezek a, talán ez az életem főműve, amiben említette professzor úr, hogy 29 sétány van elnevezve, és ott tábla is jelzi ezeket, ha valakit érdekel, ott meg lehet vásárolni, ez egy ilyen kis reklám, de fel lettem hatalmazva, hogy hozzak ide néhányat, és érdeklődőnek. És köszönöm Havas Réti Palinak ezt a gyönyörű szép muzsikáját, egyébként népzenész, igazi művész, és hát őt a magyarországi összes népzene kar, hogyha valaha mennek játszani, és éppen valaha beugrunk el a nagybőgőtől kezdve a Brácsáig, a Hegedűig, és a Tekerő Lanton minden hangszert meg tud szólaltatni, még a nyőfúvót is. És egyébként hadd mutassam be, hogy én 7 évig voltam az egyetemnek a fotodokumentátora, de soha nem volt az egyetemnek olyan kiváló fotodokumentátora, aki most ott áll és fényképez, Csortos Szabolcs, akit nagyon-nagyon szeretek és tisztelek, és remélem, hogy neki is majd lesz, vagy neki legyen ilyen kötete, mert aztán az utóbbi 15 évben lehet, hogy most tévedek, ő örökíti meg ezeket a gyönyörű szép emberekről, a képeket, életképeket, és bízom, hogy sikerül neki, és Szabolcs neked meg külön sok sikert kívánok a jövőben. És még egyszer köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Én professzor úrnak a felvetését annyival szeretném picit árnyalni, hogy október 13-án fog megnyílni a megújult egyetemtörténeti kiállítás a Szepesi utcában. Úgyhogy ezt mondom, mindenkit szeretettel invitálok a megnyitóra, ami majd ott lesz, és nyomtra megtekintésre. Ezek a fotók egyébként tekintve, hogy a számuk sajnos egy-egy arabszék. Itt nem a tudásközpontban lesznek majd elhelyezve a jövőben, hanem majd a kalókra fognak kihelyezésre kerülni, és akkor ott a falakat fogják díszíteni, hogy ezt a professzor is elmond, és közelebb vannak majd a hallgatók, akik megismerhetik majd az egykor volt professzorokat a fotókon keresztül is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és nézzék meg a kiállítást. Viszontlátásra! Végszóra most veszek egy nagy levegőt, és elfújom a gyertyát.